Hódmezővásárhely adottsága, múltja és jelene a mezőgazdasághoz köthető. Ezért a Csongrád megyei kormányhivatal a Városháza dísztermében tartja az ehhez a járáshoz tartozó állami földek árverését, jelentette ki szombaton reggel Juhász Tünde kormány megbízott. A jogszabályok szerint csak megyei jogú városokban lehet földárveréseket rendezni. Hódmezővásárhelyen és Szegeden két-két helyszínen folynak az árverések. Szombaton, december 12-én reggel kezdődtek a Hódmezővásárhelyi járáshoz tartozó állami földek árverései a Városházán. A másik árverési helyszín a Rárosi utca 110 szám alatt található. Megyénkben december 2-án kezdődtek az árverések, eddig mintegy 30%-át árverezték el a rendelkezésre álló állami földeknek. Csongrád megyében azt a gyakorlatot választottuk, hogy minden árverési nap kezdetén reggel 7-től 10 óráig regisztrációs időszak van. Az aznapi meghirdetett földekre, aki licitálni akar, 7 és 10 óra között regisztráltatnia kell magát. Ezt követően pedig egymást követő folytonossággal kerülnek lefolytatásra az árverések. A mai napig sem a megyében, itt sem Vásárhelyen nem volt hangulatkeltő megmozdulás, teljesen nyugodtan és rendben zajlanak az árverések. December 2-a óta Csongrád megyében az eddig elárverezett területek közül legtöbbet egy Baks melletti földért adtak, 560 millió forintot. Szombaton az első Hódmezővásárhelyi járáshoz tartozó, korábban Hódmezőgazda ZRT területei közül 121 millió forintért kelt el. De volt, aki egy 84 hektáros területért több mint 151 millió forintot fizetett ki. Az állami földterületek árverései Csongrád megyében december 30-áig tartanak. Azokat a területeket, amelyekre nem érkezett licit, januárban újra meghirdetik árverésre.